Minden esküvői sztori izgalmas, de ez a történet nem a menyasszonyról és a vőlegényről, hanem két barátnőről szól. Szerintem gyönyörű. Nem rossz, de... Bögd már ki. Nem június. És nem a Plaza Hotel. Figyelem, repül a menyasszonyi csokor. Ez a gyönyörű! Lév, hozzám jössz. Igen. Igen, igen. Két menyasszony. Mi leszünk egymás tanúi. Van még szabad időpont a plázában 6-án és 27-én. Ó, 6-a a szüleim házassági évfordulója. Aha. Akkor enyém a másik. Két esküvő. Ez látod, milyen szépen illik hozzá? Hát nem csodálatos. Ez igen. Oh, ez csodás. Nézzük meg még máshol. Vedd már meg. És egy nagy hiba. Marion? Kis gond van a helyfoglalással. Melyiküknek jó egy másik helyszín is? Mi? Mi? Hamarosan. Egyikünknek máskor kell házasodnia. Egyikünk legyen rugalmasabb. Egyikünk választhat másik helyszínt. Valamelyikünk talán... Kart ki kart! Nem beszéltek egymással egy hete. Az nőknél 100 év. Elmentek a meghívók? Mert hogy? Én azért várnék még. Hát, ha elmarad a kis esküvőd. Igen. Tudod, Szidi, nagy esküvő, nagy segg. Bajban van a lagzid. Csak egy kis barnítás. Wow, beültél egy mikróba? Ez csak a barnítókrém. Nem hagyjuk magunkat, így a terroristák győznek. Na legyen túl fakó! Ez Billy Cake! Billy Cake! Francba! Ezt még megbánja. Ez az én napom! Győzzön a jobbik! A csajok háborúja! Nagyon ciki! Fletch azt mondta, ő bírja! Ó, kicsim, ő a vőlegényed! Még a hajad is megdicsérné! Hamarosan a mozikban!